A 70 esztendős Kós Károly vallomása arról, hogy miként született a Varjú Nemzetség című regény, és a Budai Nagy Antal című krónika. Pontosan 30 esztendővel ezelőtt jelent meg először Varjú Nemzetség című írásom, és utána 7 esztendővel a Budai Nagy Antal históriája. A maga idejében egyikük sem volt irodalmi szenzáció. Sajtó és hivatalos kritika nemigen foglalkozott egyikükkel sem. Nem kaptak hangos reklámot, mint sok más író, sok más írások. Az idő azonban telt múlt. A történelem nagyot fordult, és a világ megváltozott körülöttünk és bennünk. Aki könyv 23 és 30 esztendőkkel ezelőtt íródott, azok jó részének ma már a címére sem emlékezünk. Természetes sorsa ez majd minden embernek és majd minden könyvnek is. Ezért mondom és őszintén, hogy amikor tavaly az állami kiadó közölte velem azt a komoly szándékát, hogy ezt a két írást ki akarja adni, szinte nem tudtam azt elhinni. Hát nem haltak meg ezek az én öreg írásaim. Elővettem hát és elolvastam őket. Hadd lám, mi van bennük, amiért arra ítéltettek, hogy feltámadjanak. Mi van ezekben a múlt időkben fogalmazott írásokban, ami a mai új ember számára is élő értékké teszi őket. Bevallom, hogy amikor a Varjú Nemzetséget írtam, nem gondoltam másra, és nem tettem mást, mint szeretettel és lehető hűségesen felrajzoltam benne úgy, ahogy láttam, és ahogy tudtam, a kicsi kalotaszegi világot, a hegyeket és erdőket, a földet és a népet, melyet én vállaltam, és amely cserében vállalt engem, és amelynek mindent köszönhetek, ami bennem emberi és művészi érték. Hogy a kicsi emberek egyszerű meséjét 300-addal visszavetítettem a múltba, annak oka az akkori nehézségek, melyeket így könnyebben elkerülhettem. A Budai Nagy Antal históriájában sem írtam meg egyebet, mint azoknak a kicsi kalotaszegi embereknek történetét, akik szépet álmodtak és nagyot akartak, s ezért az akkori világrendben el kellett pusztulniok, mert nem tudták, hogy még akkor nem volt szabad szépet álmodnia sem a kicsi embereknek. Ezt írtam meg akkor, és nem gondoltam arra, hogy írásaim tartalmával, tudattalanul és ösztönösen azt a szépséges és örök reménységet szolgáltam, mely a történelem parancsára ma már valóság. De tudom ma, és tudtam akkor is már azt, hogy formájában és mindenekelőtt nyelvében olyan kell legyen ez a magyar írás, hogy ne csúfoljon meg Mikeskelemennek, Petőfinek és Ady Endrének áldott emlékezetét. És arra büszke vagyok ma is, hogy ezért nem kell szégyelnem magamat. Hiszem, hogy ezért fogják szeretni és olvasni és vállalni is ezeket a régi írásokat az új idők új emberei is. Részlet Budai Nagy Antal krónikájából. A részletet Budai Nagy Antal históriájából választottam ki, és pedig azt a részét, mely a forradalom első nagy győzelmét, a bábolnői csatát meséli el. Éjszaka a Bátori hegy ormán tűzvilág lobbant fel, és lángolt, lobogott egész hajnalig. Valaki meglátta, mire megbódult az egész falu egyszerre. Voltak, akik kifutottak a csillagos éjszakába a határra, és azok avala hírrel jöttek vissza, hogy körös körül a hegyeken mindenütt tüzek égnek, ameddig a szem ellát. És ebből megtudták, hogy immár egész Erdélyországban lobognak a tűzlángok, és kint Biharban is, meg a nyírségen is. Most már megnyugodtak és hazamentek. De otthon a parasztok előhúzták az eldugott kaszát, akit már rég kiegyenesítettek, és a hosszúnyelű baltákat, meg az ólommal beöntött fejű töltfabotokat. És sok bocskoros nemes lerúgta bocskorát, csizmát húzott és kardot kötött az oldalára. Vállára kopját betett, meg íjat és nyíltartó puzdrát, és nyergelte a lovat. Még nem pitymallott, amikor megindult a falu. A gyalogjárók előtt Márton a jobbágy, a lovasok előtt Vajdaházi Nagy Pál. A parancsot Budai Nagy Antal adta. Se jobbra, se balra, egyenesen a hegyek között Dézsnek a Szamos mellé. Budai Nagy Antal utánuk nézett, aztán leült a tornác küszöbre. Fáradt volt, irtozatosan fáradt. Gondolkozni szeretett volna,
de semmi az eszébe nem jutott, csak fáradtságot érzett és végtelen nagy, gomolygó sötétséget, amiben hiába akart belélátni. Körülötte a falun ilyet csend, és a Bátori hegyen a hamvadó, halványuló tűzvilág. Keleten pirkadt a hajnal. Aztán látta, hogy a nap felkél, és a lármatűz kialszik. S tudta, hogy ebben a pillanatban mindenütt Erdélyországban kél az új nap, és kialusznak a lármatűzek. S helyettük elkezd folyni a vér. Előbb a papok vére, azután az urak vére, azután a katonák vére, és végül a parasztok vére. A kialudt lármatüzek helyett más éjszakán új tüzek vereslenek. Lángolni fognak parókiák és templomok, és monostorok és kastélyok, városok és falvak. És nekik belé kell gázolni ebbe a vérbe és ebbe a tűzbe azokkal, akiket abba előre küldött. Olyan irtozatosan megfáradt ebbe a gondolatba. A nap ragyogott, és a szellő a tavaszi föld erjedő savanykás szagát csapta az orrán. Az istállóban megbődült egy tehén, és felvihogott egy ló. Az udvaron nagy, süvítő rajokban rebbentek fel a verebek, mikor a macska közébük ugrott, és a házfedelény nagy lármával csipogtak és csevegtek. De kinn a napos hegyoldalon egyetlen eke sem szánt, és a faluban semmi emberi lárma. A munka meghalt a faluban. Irgalmas Isten! Megrázta magát Nagy Antal és felállott. Támolygott, mint az ittas ember, s reszketett. Kibandukolt az utcára. Lelket se látott. A kapu zábéhoz támaszkodott, és úgy maradt mozdulatlanul. Várt. Szeme néha a hegyek felé révett, és egyre türelmetlenebbül várt. Várnia kellett, és ez olyan nehéz volt most, hogy a lélegzete elakadt. Úgy érezte, hogy kibírhatatlan, hogy össze fog roppanni belé, mint az igában megszakadó állat. És a falu körülötte, mintha meghalt volna. Orcája hamuszínűre változott, és hideg verejték gyöngyözött a homlokára. A nap, mint máskor is, méltóságos egyformasággal csúszott, mint feljebb és feljebb az égboltozaton. Hirtelen megrezzent, mintha ütés érte volna, és a hegyek felé pillantott, ahol most lovas emberek ereszkedtek le a falu felé. Libasorban jöttek, és sokan, mint többen. És ahogy szaporodtak és közeledtek, úgy élett meg Nagy Antal. Hosszú, éles kurjantás úgy vágott beléje, mint az ostorcsapás, és Nagy Antal kiegyenesedett. Azután ott állott előtte Kardos Jákob, a somteleki, hosszú hajú román, lóháton, kacagó orcával. Fején fekete báránybőrsüveg, hátán panyókára vetett szondra, oldalán kart, és nyeregre akasztva csákány. És negette tolongtak a havasaiak, bozontos mokánylovakon, szürkén, vidáman, fegyveresen. Lehettek talán 200-an is, és Kardos Jákob mondta, ahogy ígértem, itt vagyunk, Antal, és megyünk utánad. Nagy Antal lóra ült, és kiugratott az utcára. Ott megrántotta a kantárszárat, és körülpillantott. S lám az utca teli néppel, asszonyokkal és gyermekekkel és emberekkel is. A szeme be se annán állott meg, de mintha lány elérhetetlen messze lett volna most tőle, egy régi-régi emlékezés csupán. Lova ugrálni kezdett alatta, mire sarkát belevágta az oldalába, és elrikkantotta magát. Utánam az Úristen nevében. Egy hét múlva Alparét falu mellett a Bábornai hegyen 20 000 ember táborozott. 20 000 pór és bocskoros nemes, akiknek Budai Antal parancsolt, meg Vajdaházi nagypál, Kardos Jákob és Márton a jobbágy. Sietni, sietni, éjjel-nappal, mert nyergeltet a Vajda és kibontva püspöki zászló. Kötik az urak a kardot, és véres kard híja fegyverbe a székelyhúszárokat és láncsás talpasokat. Sietni, sietni, éjjel-nappal, a tábort keríteni láncos szekerekkel és sántot hányni körül, lisztet fuvarozni és marhát összeterelni, páncélt és bőrgúnyát, kardot és láncsát, szekercsét és nyílat szerezni a katonáknak, nyerget és kantárt a lovaknak, és láncsás századokat formálni meg alabárdos páncélos csapatokat és húszárokat, megtanítani a pórokat íjjal lőni, karddal vágni, láncsával szúrni, buzogánnyal ütni,
a gyáva parasztból katonát csinálna, jámbor emberből embergyilkos. Sietni, sietni, éjjel-nappal, mert lám gyülekeznek már a katonák Kolozsváron. Ott a vajda, Csáki István uram a seregével már, ott a püspök, Lépes György uram a maga zászlójával, és a Marosnál vannak már Tamási Henrik úr és Kusai Jaks úr mérges székelyén. És egy nyári reggelen megpillantották a pórok a Szamos mellett a vajda seregét, 6500 katonát, és megdöbbentek. Reszkedtek félelmükben a parasztok, és sírtak, mint a gyermekek. Vinnyogtak, mint a kutya, akire korbács vál, és elfelejtették, hogy a kezükben fegyver van, akivel ölni lehet. És mikor kiválasztottak ötöt maguk közül, akik kegyelmet könyörögni menjenek a vajdához, akkor Budai Nagy Antal azt hitte, hogy vége mindennek. Ötön mentek el délben a vajda táborába, és egy ember jött vissza belőlük östére. Hátán bőrzsák, s abban négy véres fej, a könyörgő pórok feje. Másnap a vajda kürtöt fúvatott, zászlót bontatott, és serege riázódult a bábolnai táborra. De nem volt ott már akkor gyáva paraszt, nem reszketett ott már senki, és nem sírt, és nem vinnyogott. De fegyvert szorongatott mindenökül, és csattogtatta a fogát, mint a veszett farkas. És hiába lőtték az ágyuk a parasztok szekérvárát, hiába az íjászok, és hiába való volt a gyaloglancsások rohama, és a páncélos nehéz húszárok is véresen torpantak vissza a vérrel nyitott résnél, ahol vasinges parasztokkal találták magukat szemben, akiknek hosszú nyelű láncos buzogánya ellen páncél és sisak nem védelmezett meg sem ember, sem lovat. Amikor pedig megfáradtak a rohamokban a vajda katonái, akkor megindultak a vasas szekerek széles sorban. Lassan indultak, és egyre sebesebben a hegyoldalon lefelé. Majd megnyíltak kétfelé, és vége volt a harcnak. A vajda serege megfordult. Vitézei a hátukban vetett hosszú pajzs alá húzott fejjel futottak, és a pajzsokat vajdaházi nagypál hadnagy kurca nemesei döngették. A parasztok ész nélkül vértől ittasan vak mámorral üvöltötték diadalukat a szürkületbe. Budai Nagy Antal kürtöseinek megparancsolta, hogy fújják a gyülekező jelét. Másnap Budai Nagy Antal várta a vajdai sereg új támadását, de ahelyett három tiszt érkezett a táborba, a vajda traktálni akar a pórok vezéreivel. Szabadon megfogalmazott árszpoétika. Kós Károly a Bábesbolyai Tudományegyetem filológusai körében 1973-ban. Hát én először is köszönöm szépen ezeket a szavakat, amik úgy érzem, hogy őszinték voltak, és tudja az Isten, hogy van a dolog, én soha nem éreztem magamat annak, aminek mindenképpen be akarnak iktatni, hogy író vagyok. Én építésznek nőttem fel, azt szerettem, azt csináltam, amíg lehetett, és író lettem, mert a sors így hozta magával. Amit csináltam, az magamnak csináltam. Mégiscsak úgy látszik, hogy nem csak magamnak csináltam, ezt köszönöm a sorsnak, és köszönöm a fiatalságnak, amelyik még nem unta meg ezeket a régi szavakat, amiket én akkoriban leírtam. Én nem tudok szépen beszélni. Nem is azt tanultam, hogy beszéljek. Én a rajzasztalhoz és az íróasztalhoz szoktam hozzá. Engedjék meg, hogy így eldadogjak. Miről beszélhetek? Az életemről. Szép volt. Nehéz volt, de ma is azt mondom, hogy nem cserélném fel más élettel. Ha kellene kezdenem, ott szeretném, és ott tudnám elkezdeni, ahol akkoriban elkezdtem. Nem én határoztam meg, hogy mi lett belőlem. Nem én határoztam meg azt, hogy politizáltam, és csináltam talán valami kis értéket is. De ez hozta magával az idő, a helyzetem, és az a szerencsém, hogy családommal nagyon szerencsés voltam.
És ez most nagyon nehéz, mert elvesztettem azt a társamot, aki mindenem volt, úgyhogy ma már nem látom az értelmét se annak, amiért élek már. De azért mégis jól esik, hogy itt lehetek, és jól esik, hogy még érdekli valakiket, és érdekli a mai fiatalságot az, ami ma már anakronizmus a végén. Mert én egy régi világban éltem, egy régi világot láttam, ami tökéletesen, teljesen felfordul, és látom a gyerekeimről, látom az unokáimról, hogy ez egy másik világ, és én már csak egy emlék vagyok. És mint emléket mutatom be magamat, nem mindű emléket, csak mind emléket. De még egyszer hangsúlyozom, hogy az élet szép volt. Mit mondjak magamról? Hát, amit csináltam, az nyílt dolog, nem csináltam titokba soha semmit. Egyet vallottam fiatal koromtól óta, hogy a kötelessége az embernek, hogy a maga népének szolgáljon. Ez olyan kötelezettség, ami alól, aki kihúzza magát, az a népének az árulója. Ez valahogy bennem volt, és ahogy tudtam, ezt csináltam. Ezt csináltam akár mint építész, akár mint író, akár mint rajzoló, akár mint földműves mondjuk, hogy annak a népnek, amelyikből az ember származik, amelyik őtet eltartja a végén, amelyiknek életet ad, és amelyik neki lehetőséget ad, hogy csinálhasson valamit, annak mi tartozunk, és ha más csinálunk, akkor rosszat csinálunk. Nagy dolog alkotni. Én keveset alkottam a végén. De csak annak van értéke a világon is, amit az ember a saját talajából növeszt ki, a saját népinek a lelkiből ad valamit a világnak. Csak azt fogják megbecsülni, ez áll az irodalomra, áll a képzőművészetekre, áll az építőművészetekre, és az az örömem volt az utóbbi időkben, hogy a mai fiatalság, a legfiatalabb generáció, az ráébredt arra, hogy neki itt nem csak az a dolga, hogy mindent lemásoljon, ami külföldön szépnek és nagyszerűnek hirdetnek, hanem igyekszik a maga szülőföldje, a maga talajából, a maga népire támaszkodva, maga arra a fundamentumra helyezkedve kiépíteni a maga alkotását. De a példák is azt bizonyítják, hogy Bartók és Kodályék honnét indultak el. Ugye a néphez mentek le, a saját népükhöz mentek le, és csináltak egy olyan zenekultúrát, amelyik a világon győzedelmeskedett. Azért, mert a saját népükből meredettek, nem másolták le csak a külföldet. Hát Petőfi is honnét indult ki, Aranyék is honnét indultak ki, Katona József honnét indult. Nekem egy olyan elvem volt, amennyire tudtam, és nem bántam meg. Igaz, nem lettem se milliómos, nem lettem se bestseller, de azért valahogy mégis a lelkiismeretem aránylag nyugodt. És ez a fő dolog az embernek, hogy a lelkiismerete legyen nyugodt, hogy ő megcsinálta azt a kötelességét, amit a sors neki kirendelt. Ez az én elvem, és a magam tapasztalatát, élettapasztalatát adom itt. Egyebet igazán nem tudok mondani. Örvendek, és jól esik. Az bevallom, őszintén jól esik, hogy a fiatalság még tudja, hogy vagyok, nem személyi okokból, hanem azból,
amit csináltam, hogy azt megbecsüli. Ebből azt látom, hogy ha nem is csináltam, nem tudom milyen nagy dolgot, de amit csináltam, azt nem csináltam egészen rosszul. És ez jól esik nekem. Ennyit tudok én mondani, ezt is nagyon rosszul, nem vagyok tanár, ebben szeretnék meghalni, ebben a jó tudattal, hogy a mi fiatalságunk jó úton van. Megtartja magát annak, aminek kötet a sors rendelte. Ez is még sok volt ennyi, hogy tőle mennyi kitőtt, azon én magam csodálkozom. Hogy ennyit tudtam én beszélni, jó-rosszul. A 90 esztendős Kós Károly ünneplői körében. A történelem tanúsága szerint az igaz embernek, de mindenek fölött az igazi művésznek, legyen az építész, író, képző vagy zeneművész, mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények között a sors által rendeltetett kötelessége volt, van és lesz, hogy a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült hagyományaik szellemében hűségesen szolgálja. Ezt vállaltam én, és cselekedtem nem mást és nem többet. És ezt nem az eszem tanácsára, hanem a szívem parancsára. A magam igen szerény lehetőségei és adottságai korlátaim belül úgy, ahogy tudtam, és ahogy lehetett. Ez a vállalásom és szolgálatom megszerezte számomra a két világháború között mindjárt a 20-as évek elején bal felől a konzervativista, sőt a reakciós és irredenta gyanús, jobb felől a magyar, népámító, sőt nemzetáruló bélyeget, mely idővel halványodott ugyan, de az új világháború végéig nem tűnt el rólam soha. A felszabadulás után én nem változtam, de a világ és a társadalom merőben megváltozott körülöttem. A két világháború közötti életmunkám új szempontból való átértékelése kapcsán az elmúlt történelmi szakaszban, munkásságomban az új nemzedék lassanként felfedezte, hogy az a közös hazában és közös sorsban századok óta együtt élő román és magyar nép testvéri barátsága és a szocializmus Romániában való felépítése érdekében hasznos és értékes munka volt, amit csináltam. Következménye lett többek között, ezt zárójelben mondom, néhány szép irodalmi munkám újra és újra kiadása, Budai Nagy Antal színjátékomnak Székely színházi felújítása, majd a budapesti turnéján való nagy sikerű előadása. Ezt a revideált és reaktivált életmunkámat megbecsülve tüntetett ki 1959-ben, akkor 75 éves óta, Románia nagy nemzetgyűlésének elnöksége a román munka érdemrend első fokozatával, majd 1968-ban, 85 éves koromban az államtanács kulturális érdemrendje első fokozatával. S végül ezt megkoronázta mostani 90 éves születésnapom alkalmával a Románia Szociális Köztársaság államtanácsának kitüntetése a nagyon magas fokú augusztus 23 érdemrend első fokozatának adományozásával. Az 1975-ös esztendő utolsó napjaiban az építész Kós Károly volt a Korunk Galéria vendége. Íme a válasza a köszöntő szavakra. Kedves barátaim, engedjék meg, hogy csak így szólítsam. Amikor tegnap elolvastam volt a katalógusnak azt a kis bevezetőit, amit az én barátom írt oda,
és azt már meghallgattam ma Kántor Lajosnak és Balogh Feriknek a hozzászólását, az én méltatásomat, köszöntésemet. Akkor igazán nem tudom, hogy. És itt megláttam aztán közben az én régi épületeimet, grafikáimat, ezt, azt. Akkor megbocsássanak, de kicsit elfogultam. És engedjék meg, hogy okos, szép szavak helyett, amiket itten rám mondtak és nekem mondtak, én csak egy egyszerű és rövid, nem beszéddel, vallomással mondjak néhány szót. Engem annak idején még a múlt században ez a Kolozsvári Református Kollégium nevelt, amelyiket Apáczai Csere János alapított. Ebben a szellemben neveltettem fel én, és ezzel a szellemmel kerültem később, szinte véletlenül Budapestre a Műegyetemnek az építészet szakosztályára. Az abban az időben volt a század legelején, amikor ugye egész Európában, már a múlt században megkezdődött volt az a nagy technikai forradalom, amelyik magával hozta a társadalomnak a nagy átfordulását, és amelyikkel azután a művészetek is kénytelenek voltak szecessziót csinálni, elszakadni a régitől, ami már megkorhadt, aminek már vége volt, ami már meghalt, és keresti, az építészet is kereste akkor az útat, amelyiken az új emberhez és az új világot megtalálhatja magának, megtalálhatja abban a maga helyét. Ekkor voltam én már a Műegyetemen, és már ott én is a többiekkel együtt kerestük azt az útat. Én magam, még egy néhány társammal akkor ezt az útat a mi számunkra abban a szellemben találtam meg, amelyik engem kötelezett, Körösi Csoma Sándornak a szellemében, hogy a mi építő hagyományaink és a mi népünknek a szelleme alapján csinálhatjuk meg azt, amit mások is ugyanúgy próbáltak akkor megcsinálni. Ez még akkor volt, amikor még nem volt feltalálva. Nálunk akkor vezették be a balbetot. Tehát még én még a régi alapokon, a régi módszerekkel, a régi anyagokkal, eszközökkel csináltam meg azt, amit csináltam azután egész életemben. Akár épületekbe, akár csak elgondolásokba, akár grafikámba, itt láthatják, akár irodalomba. Én ezt az útat választottam akkor, és azt az útat követtem. Mást nem csináltam, sokat tévedtem, de sokba talán igazam volt. És ezt az igazságomat most, késő koromban sokszor nagyon jól esően igazolják a fiatal építészeknek a törekvéseit. Hát én csak ennyit tudok vallani magamról, és arról, amit én csináltam. Én nekem más több szavam nincs, csak az a köszönő szavam, hogy az én barátaim és jó embereim itt vannak, és én is hát még itt vagyok. Két részlet a hármas könyvből, Találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült. Ha közben köhögök, az kivágja.
De ez hülés, Károly bátya, ez hülés? Hogy? Nem. Ez egy réges, régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut. Cigarettától? Nem. De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm. Most is háromba vágja a cigarettát? Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lehet jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány. Hány szippantás? Egy? Hát egy, vagy kettő, vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert némelyek úgy töltik, hogy egybe elvágom, és el is dobom. Mert alig lóg benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elcsinálom vendégek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám. Hány éves korától cigarettázik vajon? Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedték. Az 16 éves korától. 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigaretta. És erős cigarettát szívott mindig? És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáztak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék voltunk, urak, Dominé. Úgy kellett megszólítsanak. Na, hát akkor lássuk ezt. Jól lát, Károly bácsi? Én jól látok. Ki kell köhögni magamat. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés. Ez egy örök hörkurut. Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték. Aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpja. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móri Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februáris 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyors vonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomáson, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápoz a puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégeknek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott.
jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móri Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszakon. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán legnapsugarasabb írása, ha nem élhetek muzsika szó nélkül. Sok levél van itt, látom. Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez mind új esztendő, hogy ott a gyűl. Ilyen képeslapokra is válaszol? Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszolok. Ez a pak, amire válaszoltam mindegyikre. Ez külön munka, ehhez titkár kéne. Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Hát ma nincs mit csinálni most. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, s amíg van gondja. Ez tényleg két cippantás ez a cigaretta? Nem sokkal több. És a kávé is megvan még? De az alkohol? Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyi. Szilátságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem róla. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáj a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza. Az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza. Jó étvágya van, Károly bácsinak? Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon keveset ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebbet. Mert nem bírom már. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok. Élt még ilyen szép kort a családban valaki? Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öreget. Mi volt a foglalkozása? Most azt elügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél. Na, olvassuk, Károly bácsi. Olvassuk. Második rész ugyancsak 39-ben született. Mind a két rész 39-ben. Igen, azt mondom, hogy ez is. A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyán, és messze világot láthatok innet a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit, és az alagútat a belé a kanyarodó, csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom körösfőt és sárvásárt, s a kevés bánfű hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerte szólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját,
látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a Tanyáról, és a Dimbuklucsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig, és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.